Györfi István őstermelővel beszélgettünk arról, hogyan állnak most a tojássárak. Változott-e az elmúlt időszakban az? Jelenlegi viszonyok között nem változtak az árak. Húsvét előtt volt egy fellendülés, amikor azt tapasztalták, hogy nagyobb a kereslet, de azt követően ez visszaesett. Húsvét előtt volt egy fellendülés, amikor azt tapasztaltuk, hogy nagyobb a kereslet, de azt követően ez visszaesett. Per pillanat 38-tól 46-ig tartanak az árak, ez a közepes és a nagyméretű. Igazából az elmúlt időszakot, ha nézzük, a takarmányárak azok nagyon megnövekedtek az elmúlt fél évben. Sajnos ez a tojás árakban nem realizálódott, ezért mindenképpen szükséges lenne tojásár emelés, hogy az ágazat nem morzsolódjon le teljesen. Az árak emelése elkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy ez az év harmadik és negyed évében fog bekövetkezni. A nyári időszak az a tojás eladások szempontjából mindig visszaesik, főleg vidéki viszonylatban, a háztáji tartás következtében. És úgy gondolom, hogy egy olyan bő 10%-os emelkedés mindenképp indokolt lenne. A termelők szerint a 70 forintos tojásár lenne az ideális. Sajnos azt kell mondanom, hogy semmi nem valósult meg, legalábbis a mi észrevételeink szerint. A vásárlóknak nincs több pénze, és nem tudják megfizetni azt az árat. Mi lenne egy reális ár, ami a nullszaldón egy kicsit többet jelenten önöknek, kérdeztük a karcagi termelőt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy egy 5-10 forintos emelkedés legalább szükséges lenne ehhez a takarmányárakhoz képest, amik ugye 40-50%-kal is drágultak az elmúlt időszakban. A karcagiak piacnapokon elsősorban a jól bevált méretű tojást keresik. A vásárlók legtöbbet inkább az L-es méretű tojást szeretik, mert az úgymond a régi nagymama receptek szerint van. A Tojásszövetség mezőgazdasági titkára szerint, ha életben akarnak maradni az állattenyésztésben dolgozók, akkor rövidebb és hosszabb távon is árat kell emelniük, mert az önköltséget ki kell termelniük. A takarmányos szakértők összehasonlítva 2020-as második félévi árakat a 2021-es várható második félévi árakkal 150-170%-os alapanyagáremelkedést prognosztizálnak.